Sziasztok! A mai nap befejezzük a térgeometriai feladatokat. Az utolsó témak újra a gömb és az egymásba írt testek felszíne és térfogata. Nézzük először is, hogy mi az, hogy gömb. A gömb lényegében, ha egy kört valamelyik átmérője Mentén megforgatunk, akkor egy gömböt hozunk létre, de úgy is megfogalmazhatjuk, hogy adott ponttól egyenlőtt távolságra lévő halmazok a térben lényegében a gömb. Felszínét 4R, 4 négyzetszer pi térfogat, tehát 4 köpször pi per 3 képlettel számoljuk ki, ugyebár ezek a képletek a függvénytáblában nagyon szépen benne vannak, most akkor térjünk is rá a feladatokra. Mekkora a gömb felszíne, ha térfogata a 200 köbcentiméter, illetve 1400 köbcentiméter? Felírjuk gyorsan a gömbnek a felszínét 4R négyzet pi, térfogatát pedig 4R köb pi. 3 alapján számoljuk ki. Mivel a térfogat megvan adva, egy 200 köbcenti, ezért a térfogat képletbe visszahelyettesítem, hogy megkapjam a gömbnek a sugarát, és ha megvan a gömb sugara, akkor már a felszín képletbe be tudom írni, és akkor teljesíteni is tudom a feladatot. Akkor kezdjük el. Tehát behelyettesítem a térfogat képletbe hogy megkapjam majd a sugarat. És ha rendezem én az egyenletet, egyszerű egyenletrendezési megoldással, akkor azt fogom kapni, hogy az R hozzávetőlegesen 3,63 cm, és ha megvan az R, akkor szépen visszaírom ide a felszínben, és akkor kész is a feladat. És ha én ezt most kiszámolom, akkor azt kapom, hogy 165,58 négyzetcentiméter a gömbnek a sugara. Hasonló módon járok el a B részsel is. Rendezem az egyenletet, akkor a sugára azt fogom kapni, nagyjából 6,58 94 cm, megvan a sugár, akkor vissza újból a felszín képletbe, és akkor ki is számoltam. És erre azt kaptam, hogy 605,24 század négyzetcentiméter a gömbnek a felszíne, teljesítettem a feladatot, ez egy bevezetés volt, nézzük a következőt. Egy 8 cm sugarú ólom gömbből három egyenlő sugarú gömböt öntünk. Hányszoros a három gömb felszínének az összege az eredeti gömb felszínének? Először is, ugye van nekem jelenleg egy 8 cm sugarú gömböm. Csíkmetszet ábrát készítek és azt mondja a feladat, hogy ebből a 8 centi sugarú gömbből öntök három pici kis gömböt. Hogyan indulunk neki ennek a feladatnak? Először is számoljuk ki az eredeti gömbünknek a felszínét. Simán behelyettesítek a képletbe. Erre azt kapom, hogy 804,25 négyzetcenti, Kiszámolom az eredeti gömbömnek a térfogatát is. És ha ezzel meg vagyok, akkor hozzálátok a három kicsi kis gömbömnek a térfogatának, a, illetve a felszínének a kiszámolásához. Mivel három kicsi ólomgömböt öntöttem a nagyból, ezért a Eredeti gömbömnek a térfogatát elosztom hárommal, mivel három egyenlő sugarú gömböt öntöttünk, mivel egyenlő sugarú, ezért egyenlő a térfogata is. Tehát a v kicsi gömböm, amit úgy kapok, hogy az eredeti térfogatot, oppá, elosztom hárommal, három egyenlő kis gömböt kaptam, akkor megkapom, hogy az egy kicsi kis gömbömnek a térfogata az 714,89 köbcenti. Egy darab kicsi gömbé. És ahhoz, hogy én rájöjjek, hogy egy kicsi gömbömnek mekkora a sugara, kiindulok a kicsi gömbnek a térfogatából. Tehát 714,89 köbcenti egy kicsi gömb gömbömnek a térfogata. Ezt bejelentesítem a térfogat képletbe, 4 erköb, mivel most a kis gömbömnek a sugarára leszek kíváncsi. És megoldom ezt a feladatot. Elosztok 4 pivel, akkor azt kapom meg, hogy 170,67 egyenlő R köbbel, köbgyököt vonok, és kiderül, hogy a kis gömbömnek a sugara 5,55 század centiméter. Ha megvan a kis gömbömnek a sugara, akkor ki tudom számolni az egy darab kicsi gömbömnek a felszínét. Simán behelyettesíttek, 5,55 a négyzeten szerpi, és ha én ezt most kiszámolom, akkor 387,08 négyzetcentimétert kapok egy kis gömbömnek a felszínére. De nekem három gömböm van, ezért a három gömbömnek a felszíne, a három kicsi gömbömnek a felszíne az 387,08 x 3 az 1161,22 Négyzetcentiméter a három gömbömnek a felszíne, és az volt a kérdés, hogy hányszorosa a három gömb felszínének az összege az eredeti gömb felszínének. Kiszámoltam az eredeti gömbömnek a felszínét, ugye ez 804,25 négyzetcentiméter volt, ezért hogy hányszorosa a három gömb az eredetinek, azt úgy számolom ki, hogy az 1161,22-t elosztom a 804-jel, tehát ez a, a, az eredeti gömböm hányszor férne bele lényegében a kics, három kicsi gömbbe, megkapom, hogy 1,44. Tehát a feladat megoldása, hogy 1,44 szerese a gömb felszínének az összege az eredeti gömbhöz képest. Nézzük a következőt. Egy gömb két párhuzamos, egymástól 6 cm távolságban lévő síkja a gömböt 20, illetve 25 cm sugarú körökben mecci. Mekkora a gömb sugara? Készítsünk először is egy ábrát, mert ha jobban belegondolunk a feladatban, akkor a megoldás az két menetes lesz, hiszen függ attól, hogy a gömb középpontja elválasztja egymástól a két metszetet. Nézzük először az ábrákat. Az első megoldás az úgy néz neki, hogy van nekem ez a gömböm, mondjuk itt az origója a gömbömnek, és azt mondja, hogy két párhuzamos síkkal elmetszük a gömböt, elmetszhetem egyszer itt, és elmetszhetem egyszer itt, tehát azért mondtam, hogy két menetes a megoldása ennek a feladatnak, mert vizsgálni kell, mi van akkor, hogyha én a, úgy metszi el a gömböt, ez a két meccősík, hogy közre fogja a gömbnek az origóját, ha közre fogja a gömb, gömb origóját, akkor a következő megoldás menettel fogunk eljutni a, a célhoz, vagy sem, ezért két menetes. Szóval nézzük az előzőt, az elsőt. Ugye két mecsősíkkal elmetszettem, ami 6 cm távolságra van egymástól. Nevezzük is el őket ugye itt van egy derékszögem, itt van egy derékszögem, ez a körömnek a sugara, ugye ez is a kör sugara, azt tudom, hogy egyszer egy 25 cm-es sugarú metszősíkkal metszettem el, alul pedig egy 20 cm sugárú síkkal metszettem el ezt a nagy gömböt. Ezért én itt elnevezem CD itt az A B, és ugye ez a sík 6 centire van egymástól. 6 centire van egymástól, de nem tudjuk pontosan, hogy az origó és a B. Mekkora? Mert ugye nem feltétlenül középen van most itt az origó, mert a metszősik lehet, hogy egy kicsit elrébb van, vagy elrébb, szóval nem középen van. Szóval nem felezi meg a 6 cm-es távolságot. Ezért én úgy tudom felírni, hogy az OC szakasz, tehát ez, az legyen X cm, az OB szakasz, az pedig 6-x, hiszen csak annyit tudunk, hogy a két sík távolsága 6 cm. És mivel van nekünk derékszögű háromszögeink, ezért egy sima Pitagorasz tétellel rá fogunk arra jönni, hogy valójában mekkora is lehet a gömbnek a sugara. Vegyük először az OCD derékszögű háromszöget, OCD derékszögű háromszög, arra fel lehet írni az egyszerű Pitagoras tétellel, hogy először is, ugye, mert az OC-t X-nek vettem, azt ide is írom, ez X, ez meg 6 X, tehát X négyzet plusz 20 a négyzeten, akkor én megkapom a gömb meg a sugarát. Ez az első. Itt a második derékszögű háromszögem, ez pedig az OBA derékszögű háromszög. Erre is felírom a Pitagoras 6 x a négyzeten, meg 25, ugye itt járunk, 25 a négyzeten, az egyenlő R négyzettel. És most akkor elkezdem ezt az temet rendezni, hogy szép legyen. Kaptam ö, kettő egyenletet. Az egyiket itt kaptam, a másikat meg itt kaptam. Ebből ö, feltételezhető tehát, hogy egy egyenlet rendszerként kell őket tekinteni, és úgy is kell megoldani. Van az első egyenletem, ugye az x négyzet plusz 20 a négyzeten, ami ugye 400, az egyenlő r négyzettel, meg van a második egyenletem az x négyzet mínusz 12x plusz 661 egyenlő r négyzet, ugye ez egy ilyen emeletes egyenlet, egyenletrendszer, és én azt mondom, hogy vonjuk ki az alsóból a felsőt, tehát a másodikból az elsőt, ugye akkor kipotyognak az x négyzeteim, és marad az egyenletemből az, hogy 12, Minusz 12x plusz 261 egyenlő nullával. És ha én rendezem az egyenletet, akkor azt kapom az x-re, hogy 21,75. Megkaptam ezt a 21,75-öt, ezért én most ide visszahelyettesítek. Ha az OC szakasz 21,75 akkor az OB szakaszt, ha behelyettesítem, 6-ból 21,75, látom, hogy mínusz 15,75-öt kapok, ami ugye eleve kizár, tehát ez nem megoldás. Ezért mondtam, hogy kétmenetes. Nézzük akkor a második megoldást. A második megoldása a feladatnak az, mikor úgy képzeljük el ezt a két síkmecetet, hogy itt van ugye a gömbünk, itt van az origója. A két sík meccet, az az origó azonos, a gömbnek az azonos oldalán van, tehát az origótól azonos oldalon fekszik. Mondjuk itt. Most átváltok én pirosra, hogy jobb legyen az ábra. Ugye itt az ó, az origóm. Itt van a gömb sugara, amire én majd kíváncsi leszek ez kell nekem. Tudom, hogy a két mezőség az 6 cm távolságra van. Itt van egy derékszögem, és itt is van egy derékszögem. Itt van mondjuk egy B pontom, itt egy A pontom, itt egy C pontom, és itt van egy D pontom, hiszen ez is a körnek a sugara. Most nem azonos oldalra vettem, hogy azért jobban látszódjon. Itt a 20 cm-es sugarú kis metszősíkom, itt pedig a 25 cm-es És mivel tudom, hogy ugye ez a két metszősík 6 cm távolságra van egymástól, ezért az OC szakasz, most ugyanúgy járunk el, az nem tudom, az X távolságra van egymástól. Viszont az OB szakasz már kikövetkeztethető, hogy az OB szakasz az x 6 cm távolságra foglal helyet, és már már is oda lyukadtam, ahogy a, az első megoldásnál, hogy mivel van két derékszögű háromszögem, ezért egy egyszerű Pitagoras tétellel fogom tudni megint kiszámolni ezeket. Vegyük először is az OCD derékszögű háromszöget, az OCD derékszögű háromszögbe fel tudom írni, hogy ugye mivel az OC szakasz X, X négyzet plusz 20 a négyzeten, az egyenlő az R négyzettel. Nézzük a másik háromszöget, az OB a derékszögű háromszöget. OB derékszögű háromszög. Az OB a derékszögű háromszögemben, van egyszer nekem egy olyan szakaszom, hogy OB ugye az X-6 a négyzeten, illetve tételet alkalmazok, meg 25, ugye itt járunk, a négyzeten, akkor fogom megkapni a gömpömnek a sugarát, az R négyzetet, és akkor ezt is gyönyörű szépen kibontom, és azt kapom, hogy plusz 661, egyenlő r négyzettel, megint kaptam egy egyenletrendszert, amit én most ide fogok vezetni. x négyzet plusz 400 egyenlő r négyzettel, a második pedig az x négyzet mínusz 12x plusz 661 egyenlő r négyzettel, és akkor itt is egy egyenletrendszert kapok, amelyben Ugye ugyanúgy a másodikból kivonhatom az elsőt, ugye kiesnek az x négyzetek, meg az r is kiesik, akkor azt kapom, hogy mínusz 12x plusz 261 egyenlő nullával, és az x-re megoldom az egyenletet, akkor itt is ugye 21,75-öt kaptam azért fog változni, mivel én itt most azt feltételezem, hogy a két meccősik az origó, tehát a gömbnek csak az egyik oldalán helyezkednek el, csak a fél gömbömnek az egyik oldalán helyezkednek el, ezért én most visszahelyettesítem ide az x-eket, akkor megkapom, hogy az OC az ugye 21,75, az O és a C távolsága. Akkor az OB távolsága, tehát ez itt, a 21,75-ből kivonom a 6-ot, akkor megkapom, hogy ez 15,75 cm, ami ugye egy pozitív szám, és biztos, hogy ez a megoldás. Hogy ez a kis szakaszom 15,75, és ha megbizonyosodtam róla, hogy jó, már pedig ez valóban jó, akkor egy egyszerű Pitagoras tétellel most már ki tudom számolni, hogy a gömbömnek a sugara mennyi akkor 15,75 a négyzeten, meg 25 a négyzeten. A gyököt vonunk, akkor 29,55 cm lett a gömb sugara. Ezért mondtam, hogy kétmenetes, mert ugye, ha visszanézzük, akkor a feladat nem adta meg, hogy a meccősík a gömbömnek melyik oldalán helyezkedik el. Az origó mindkét oldalán van egy-egy meccősík, vagy a gömbömnek csak az egyik oldalát metszi el a két meccősík. ezért kellett lényegében kétféle megoldással próbálkoznunk. És most nézzük az egymásba írt testeket. Itt szól a feladat, egy téglatest köré 30 cm sugarú gömb írható. Mekkorák a téglatest élei, ha az élek hosszának aránya 2, 3, 4. Itt van a gömböm, itt az origó, és azt mondja, hogy itt pedig az R, ami 30 cm, és a téglatest, aminek a B és C, ugye az élei. Ezeknek az aránya 2-3-4, azaz a, B, C, az 2 arány, 3 aránylik 4-hez. Azaz ezt egyszerűen úgy föl tudom írni, hogy az A az 2x, a B 3x, a C pedig 4x. Nézzük meg ezt a ö, térbeli rajzot. Azt mondja, hogy van egy gömböm, aminek 30 centi sugarú a sugara, és abban van egy téglatest. Ha el tudjuk ezt képzelni, és tudunk egy kicsit térben gondolkodni, akkor láthatjuk, és ugye itt is mindig derékszögű háromszögek keresésére törekszünk, akkor látjuk, hogy a gömböm sugarát, ha én meghosszabbítom, és itt van a gömbnek, vagyis a téglatestemnek az egyik éle. És ha én behúzom a téglatestemnek a lapátlóját, akkor kapok egy derékszögű háromszöget, amelyből majd ki fogom tudni számolni a téglatestemnek az éleit. De én most ide ki is nagyítom, amit most oda behúztam. Ugye ez a téglatestemnek a C oldala, ez lesz majd a lapátló, tehát itt ez, ez pedig a R kétszerese, gömbömnek az átmérője, azaz 60 cm, ez itt. Ugye itt R volt 30, akkor az átmérője 60. Na, de hát ebből még nem nagyon fogunk tudni, mi kiszámolni semmit, hiszen nem ismerjük a c csak annyit, hogy 4x. A lapátlót sem ismerjük, egyedül csak az átmérőt. De a lapátlót is ki fogjuk tudni számolni, ha itt jobban megnézitek. Itt is van egy derékszögű háromszög, amit én most ide szépen ö, kinagyítok. Hogy lehet ezt elképzelni? Hogy itt a B, itt az A, itt pedig lesz a lapátló. És azt tudjuk, hogy az A az ugye 2x, a B pedig 3x. És egyszerűen erre felírok egy pitagóraztételt, azaz 3x a négyzeten, meg 2x. A négyzeten akkor fogom megkapni a lapátlót. és ha én ezt elvégzem, 13x négyzetet fogok itt kapni ezen az oldalon, de én most gyököt vonok, az lesz a lapátló, hogy x-szer gyök 13, tehát itt. Akkor tekinthetjük annak, hogy most én itt megkaptam vissza az eredeti rajzomhoz, hogy a lapátló az x-szer gyök 13, innentől kezdve már nincs más dolgom, mint a c ugye azt is tudom, hogy 4x. Megoldom egy egyszerű Pitagoras tétellel. Visszahelyettesítve, ugye megvan az átmérő, az 60, 60 a négyzeten, az úgy áll össze, hogy 4x a négyzetem, plusz, ugye ha ezt négyzetre emelem, akkor meg fogom azt kapni, hogy 13x négyzet, és az X-re megkaptam, hogy 11,14. Hát ez nagyon jó hír, már más dolgunk nincs, mint ezt a 11,14-et ide vissza helyettesíteni. Akkor megkapom azt, hogy az A oldala a téglatestemnek 22,28 cm, 3 x 11,14 az 33,42 cm, a C oldala pedig 4 szer 11,14, azaz 44,56 cm. Meg is oldottam a feladatot. Elsőre bonyolult volt, de ha csinálunk egy ilyen skiccet, egy ábrát, és el tudjuk képzelni, és törekszünk mindig arra, hogy derékszögű háromszögeket keresünk, és ne ijedjünk meg az arányoktól, mert az pofon egyszerű, akkor a feladat megoldása is simán fog menni. Egy szabályos háromszög alapú egyenes hasába gömb írható. Mekkora a hasáb magassága, ha alapéle 24 cm? Mit tudunk? Azt tudjuk, hogy a hasábunknak az alapéle 24 cm, és mivel szabályos, háromszög alapú, akkor azt is tudjuk, hogy ez is 24, meg ott hátul is 24 cm lesz, de csináljunk egy síkmetszet ábrát, ugye itt van a hasában, 24-24 centi, és benne van egy gömb. Egy gömb van benne. És az a kérdés, hogy mekkora a hasábnak a magassága, azaz, ez mekkora. És ugye tudjuk, hogy a gömbünknek van ugye sugara is, Nézzük, melyik az a képlet, amelyben bent van a magasság? Hát mondjuk ugye a hasábot nézzük, hát a térfogatban van bent, a, térfogat, a hasábnak a térfogatát pedig úgy számoljuk ki, hogy alapterületszer ugye a testmagasság. Az alapterületet ki tudjuk számolni, hiszen megvan a háromszögünknek a három oldala egy egyszerű hérón ezt el tudjuk sajátítani. Ugye vesszük először is a háromszög félkerületét, ki kell számolni. 24 meg 24 meg 24 per 2, azaz a félkerülete az 36, és akkor beírjuk szépen a hérón képletbe. Azt kaptam, hogy a alapterület, az 249,42 négyzetcentiméter, szóval a hasábomnak az alapterülete. De hogyan fogok én eljutni a hasáb magasságához? Hát pofon egyszerűen úgy, hogy felhasználjuk a háromszögnek a félkerületét, vagyis a háromszögbe írt gömb sugarát simán ki lehet számolni. És ha kiszámolom én itt a gömbömnek a sugarát, amit ha látjátok, hogy a gömb az teljesen benne van, szépen kitölti ezt a hasábot, és ha én kiszámolom majd a gömbömnek a sugarát, amit mondjuk, ha ide tolok vissza, akkor látható, hogy a gömb sugara az lényegében kétszerese a hasábnak a magasságának. Tehát egyszerűen lefordítva, a gömbnek az átmérője lesz a hasábon magassága. Tehát a gömb átmérője az lesz a hasábnak a magassága. És ugye felhasználom a háromszög félkerületét, vagyis. A háromszögbe írt ö, körnek a ö, háromszögbe írt körnek a sugarát. Amit különben minden egyes beírt körnél fel lehet használni ezt a félkerületet. hogyha megjegyzitek, hogy az alapterületet kiszámoltuk. Ugye, amiben bent van a kör, az lényegében úgy adódik össze, hogy a körnek a sugara szor a háromszögnek a félkerülete, azaz a 36, és ha egyszerűen én ezt megoldom, akkor kijön, hogy a gömbömnek a sugara 6,93 cm. És ugye, amit mondtam, hogy elképzeltük azt, hogy a gömbömnek a sugara, tehát átmérője, kétszeres a sugár, tehát az átmérője az a hasábom magassága, akkor más dolgom nincs, mint kettőször 6,93 az az a gömb átmérője, és megkapom, hogy a hasáb magassága 13,85 cm. Ilyen egyszerű volt. Ugye először nehéz elképzelni, hogy hogyan jön össze az, hogy egy hasába bent van egy gömb, és csak a hasábom alapéle van meg, és meg hogyan kérdezhetik azt, hogy mekkora a hasáb magassága. Egyszerűen ábrát kell készíteni, és meg kell jegyezni minden olyan feladatnál, ahol egy testbe gömb van, jelen esetben most csíkmetszetet mutatok, egy kör van, hogy azt úgy lehet egyszerűen kiszámolni, hogy van az alapterület, amibe bent van ez a kör, az úgy tevődik össze, hogy a kör sugara szól a testemnek a félkerülete. Ez az egyébként működik négyzetnél is, és négyzetnél is működik ugyanúgy, hogy veszem majd annak a félkerületét. És egyszerűen ki lehet számolni a beírt körnek a sugarát.